Van egy pár gondolatom, és Filippi 3.12. Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Ez egy elv, ez a verset most így a szövegkörnyezetből kiragadva mondom nektek, mert, és ez teljesen szabályos ezt a verset kiragadni, mert ez önmagában egy elv, ami alapján élhetjük az életünket. És azért mondom ezt a verset, mert amiről beszélek, azzal én erősen így vagyok. A Kende mondogatta az, hogy legyen robosztus ima életetek. Bármit is jelentsen ez. Most nekem nincsen robosztus ima életem, de nagyon örülök ennek a felhívásnak, amit a Csaba megtett, hogy imádkozunk és böjtöljünk, és nagyon jól sikerült az elején a böjtölés, mert kaptam valami hasmenést, és azért aztán nem ehettem szinte semmit, úgyhogy az első pár napban nekem a böjtölés az nagyon ment. De tényleg nagyon, nagyon köszönöm, hogy hívtál bennünket, mert megragadott engem ez a gondolat, és rá jöttem, hogy hogyha a hívő életünkben vannak oszlopok, akkor az ima oszlop az én életemből erősen hiányos vagy inog. Ki örülne neki, hogyha itt ezek közül az oszlopok közül csak egy is, mondjuk aminek a Szabi támaszkodik, neki támaszkodik a Szabi, annak az oszlopnak is kidőlne. Beszélhetek nektek, úgy látom. Jó. Vannak mély vágyak az életembe, és az egyik az ez, és ezt komolyan mondom, hogy a hívő életem elejétől ez egy nagyon mély vágy, hogy az életem végén olyan jó volna ezt mondani. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Úrunk, kérünk, hogy áld meg a szívünkhöz ezeket a gondolatokat, vagy ezt a gondolatot. Vannak mindenféle falak az elménkbe, a szívünkbe, amiken nem tud áthatolni az ige, nem tudnak áthatolni szavak. Kérünk, hogy ezen a mai napon menj át a szellemeddel ezeken a falakon, amikről mi nem is tudunk, és szólj mélyen a belső emberhez, te drága nevedben. Amen. Tehát ezt szeretném összekapcsolni most az imával. Elolvasok még egy részt az írásból, a Lukács evangéliuma. Nagyon szeretem ezt a részt. Többször beszélt a Csaba arról, hogy a kitartó imáról, a utóbbi prédikációiba. Hát ez egy rész a kitartó imáról. Lukács 18.1. Mondta pedig nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Azt mondta, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban ez egy özvegyasszony, és elméne ahhoz mondván, állj, bosszút értem az én ellenségemen. Az pedig nem akar rá egy ideig, de azután azt mondta magában, jól lett, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel, hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járvány ne gyötörjön engem. Mondja pedig az Úr, halljátok, mit mond ez a hamis bíró. Hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért, akik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk. Mondom nektek, hogy bosszút áll értük hamar, mindazáltal az embernek fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön. Az egyik dolog, amit összeköt az Úr Jézus ez az imával, és
a hit megtartása. Ez világos ez a kép. Azzal fejezi be az Úr Jézus, hogy amikor az embernek fia visszajön a földre, avagy talál-e hitet, az imával köti össze. És még egyszer mondom, hogy szabad használni ezt a szót, hogy robosztus ima élet. Szóval, okay, szabadok vagyunk. Nincs robosztus ima életem. De mikor elkezdett Csaba prédikálni erről, akkor rádobbant a szívem, és többet ülök az ágyamba, és többet imádkozom. Sőt, Anettával kitűztünk egy idő csütörtök este ima összejövetel. Bezárkózunk a szobánkba, és imádkozunk. Kiszakítottunk egy időt az imára. Ez régebben nem volt meg az életünkben, hanem tudod, volt valami, ami miatt imádkoztunk, és akkor megálltunk, tudod, főzés közben, de még kavarni kell, tudod, az ételt, és vagy én csináltam valamit, és úgy álltunk meg, és ebben nagyon sok frusztráció van. Frusztráció? Frusztráció van. Úgyhogy ez egy nagy újdonság az életünkbe. Csak ezt a példázatot, amit az Úr Jézus mondott, hadd fejtsem ki egy kicsit. Nem tudom, hogy van-e az életetekben, találkoztatok-e ilyen mindig mérges nénivel? Találkozatok már ilyen? Vannak ilyen mindig mérges nénik. A kollégámnak a szomszédje egy ilyen mindig mérges néni volt. Mentem a kollégámhoz, és akkor kinnült a háza előtt, meglátott, megkiabált engem. Mikor jön már át hozzám? Tudnom kellett volna vajon, hogy át kell menjek hozzá. És akkor ott is jól leszidott, hogy mióta csöpög már neki valami, és hát én azt miért nem csinálom már meg? És tudom, hogy vigyázba, hogy hát persze, hogy ne, akkor hát nézem a naptárt, holnap, de mi az, hogy holnap után, hát addig mi lesz ezzel? Látszott rajta, hogy körülbelül Noé ideje óta csöpög a csap, de két napot már nem bír ki. Tudjátok, hogy milyen ez, hogy vannak ilyen nénik, bácsik, egyébként én is szeretnék, hogyha megöregszem, ilyen üvöltöző sőrült lenni, hogyha lehet egy ilyen kívánság, akkor én is ezt szeretném. Hát nem tudom, hogy az Úr hallja ezeket a mély belső vágyakat, reméljük, hogy... Na jó. Oké. Tehát a történet azt mondja, hogy... A Károli nagyon szeriden fogalmaz, azt mondja, hogy megszabadítom őt, hogy szüntelen rám járván ne gyötörjön engem. Tudja valaki, hogy mi van az eredeti szövegben? Tudja valaki? Hogy azt mondja, megszabadítom, mert félek tőle, hogy ököllel belecsap az arcomba. Figyeljetek, ez egy példázat Isten, és köztem, igaz? Igaz? Ezért imádkoztam az elején, ennek valahogy át kéne menni. Isten ezt a példázatot mondja itt, a testet öltött Isten ezt a példázatot mondja nekünk, hogy egy özvegy asszony, aki megy és a botjával félrekergeti a bírónak, az őröket elkergeti, menjetek, és bemegy a bíróhoz, és fenyegetőzik a botjával. Ezt a példázatot mondja az imáról az Úr nekünk. Ugye nem megyünk tovább, még ezt nem értitek. Értitek ezt? Ez valami erőszakos dolog, nem? Ez valami olyan dolog, ami az én életemben nincs túlságosan ott. És a másik példázat az is egy ilyen olyan érdekes példázat az imáról. Azt mondja, hogy lefekszik az ember, bebújik az ágyába a feleségével, és kopogtat a szomszéd. Úgy értem, hogy a feleségeddel az ágyba vagy, és egyszer csak kopogtatnak az ablakon. Ez egy nagyon intim helyzet, nem?
ki akar ilyenkor kiszállni az ágyból? És a szomszéd az meg csak jön és kopogtat. És azt mondja, ki kiált neki az ember, te hagyjál már békén, hát a feleségemmel az ágyba vagyunk. De azt mondja, hogy nem hagy neki békét. Mennyire pofátlan dolog ez, nem? Ilyen, ez is olyan erőszakos dolog. És ezt a példázatot is mondja az Úr nekünk az imáról. Lehet, hogy tehát nekem, amikor olvasom ezeket, és egy kicsit gondolkozom ezeken, akkor ez változtatja azt, ahogy imádkoznom kellene. És sokféle formáját mondta Csaba az imának. Ez talán, amikor kiáltunk az Úrhoz, amikor az Úrhoz kiáltok, az, hát hogy is mondjam, csak örülök neki, amikor például egyedül vagyok kocsibot, lehet az Úrhoz kiáltani. Tavaly elmentem egy ima sétára, és ilyen nagyon, meg is bántam, hogy elmentem, mert ilyen nagyon felolvadt pont a hó, és ilyen nagyon sáros lettem. És mentem az erdőbe, tudod, hát gondoltam, hogy ilyenkor senki nincs ott, mindjárt csupa sár. És hangosan imádkoztam az Úrhoz, kifejeztem magamat, és egy fiatal pár jött szembe, és inkább bementek a sűrűbe. Ez egy furcsa része, amikor kiáltunk az Úrhoz, de azt hiszem, hogy egy nagyon fontos része az életünknek, amikor kifejezhetjük magunkat és hogy mondjuk a pásztor Schellerről, még pásztor Scheller? Igen, szabadok vagyunk ebben is, jó. Pásztor Scheller prédikált ezt, nem tudom, ki emlékszik rá, ébreszt fel a Krisztust a hajóban, amikor vihar van, és a tanítványok felébresztik a hajóba. Az egy olyan ima, amikor kiáltunk az Úrhoz, az valószínűleg nem olyan volt, hogy vitték neki a frissen főzött kávét, és Uram Jézus, figyelj, ne haragudjál, hogy felébresztünk, léci baj van. Mennyire üvöltözhettek vele? Mennyire el lehet torzul a Péternek a hangja a félelemtől? Mennyire rángathatták az Úr Jézust? Ima, olyan ima, ami nem tudom a ti ima életeteket, hogy milyen, de az én életemből hiányoznak ezek, úgy értem, hogy egyszer-egyszer, amikor már nagyon elegem van, akkor megyek az Úrhoz, és akkor kifejezem magamat az Úr felé, de olyan jó lenne, hogyha ebben lehetne valami növekedés az életünkben, és ezért van ez az időszak, hogy legyen valamiféle növekedés az életünkben, mert ez a hívő életünknek egy olyan lába, aminek stabilnak kéne lennie, ami az egyik fundamentum a hívőségünknek, hogy megyünk az Úrhoz, és beszélünk hozzá, és ő pedig beszél hozzánk. Úgyhogy ezt szerettem volna, tulajdonképpen azt hiszem, hogy ennyi volt, amit szerettem volna nektek mondani, hogy mehetünk, figyeljetek, hogyha ez nem így van, hogyha nem jól látom, hogy az Úr arra hív bennünket, hogy szaklassuk őt, erőszakosan, pofátlanul, milyen szót lehetne itt mondani még, akkor, és ez túlmegy a vallásos elképzeléseimen, olyan mértékben túlmegy, hogy így 30 éve az Úrral járok, de előtte, ami vallásos megtapasztalásom volt, amiatt nekem ez skandallum, amiről beszélek. De azt gondolom, hogy ezt mondja az írás. Azt gondolom, hogy ezt mondja az írás. És most nem fogok az Úrhoz kiáltani, most nem fogom ezt gyakorolni, de lezárom egy imával. Úrunk, te többször is az írásba tanítottál az imáról, és erőteljes képeket, példázatokat használtál, olyan erőteljes
képeket használtál. Ez mind a két történet annyira erőteljes, hogy nálam legalábbis kiveri a biztosítékot. Én úgy nevelődtem egy talán egy református környezetbe, hogy te hozzád csak mély tisztelettel lehet menni, és hát ezek a példák, amiket te mondtál, ezek meg nem mély tiszteletről beszélnek, hanem sokkal inkább követelőzésről, nem is tudom, hogy miről, talán nem követelőzésről, de erőszakosságról egészen bizonyos, hogy beszélnek. És segíts nekünk, hogy átmenjen ez, mert olyan jó volna, hogy nem tudjuk, hogy megérjük-e, hogy te visszagyere, de olyan jó lenne akárhogy is, hogy az életünk végén mi is elmondhassuk ezt, mint Pál, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, a futásomat megfutottam, a hitet megtartottam. Végezetül eltétetett nekem az igazságosság koronája, amit az igaz bíró mindenkinek megad, akik őt szeretik. Köszönjük, Urunk! Köszönjük, hogy te szólsz hozzánk a mai napon még, és köszönjük ezt is te drága nevedben. Amen. Amen. Köszönjük, Borci, nagyon. Köszönjük. Gyertek, álljatok fel, csak nyújtsuk fel a kezünket az Úrhoz, és nyújts fel a kezed, és én úgy hallottam, hogy a Borci így kifejezte azt a szíve vágyát, hogy Uram, taníts engem imádkozni. Mondjuk ezt az Úrnak, hogy Uram, taníts engem imádkozni, Uram. Uram, taníts engem imádkozni, Uram, taníts bennünket imádkozni. Uram, taníts bennünket a veled való kapcsolatra. Uram, tégy bennünket így az ima emberévé. Uram, vonj magunkat, vonj bennünket hozzád. Uram, leplezd le számunkra mindazt, ami a veled való kapcsolatban van, ami az imádságban van. Uram, hiszünk. Uram, hiszük, hogy az, aki hozzád járul, azt megjutalmazod. Hiszük, hogy hozzád, aki hozzád kiállt, azt meghallgatod és válaszolsz. Igen, hisszük, és köszönjük, és itt vagyunk, és itt van a szívünk és a fülünk. Hálásak vagyunk Jézus nevében. Amen. Amen. Foglaljátok helyet. Egy csodálatos imaidőnk volt pénteken, 6 órától, tényleg ahogy volt pár dal, amit énekeltünk, és aztán így közösen is imádkoztunk együtt, és aztán van 7 ima állomásunk, ima kérésekkel, konkrét ima célokkal, és csak így 3-4 fős kis csoportokba mentünk ezeken az állomásokon, és hát dörömböltünk így a mennynek az ablakán, ajtaján, a kapuján, és csak így imádkoztunk. És köszönjük, Borci, amit megosztottál, és én is csak hagy kapcsolódjak hozzád így az imádsággal kapcsolatosan, és csak hallgass figyelmesen, nem lesz hosszú tanítás. És most nem fogom folytatni
a múlt alkalmat, ahol beszéltünk az imádatról, vagy a hálaadásról, a dicséretről, imádatról és a bűnvallásról, mint az ima fajtái, de szeretném folytatni, de most nem itt kapcsolódok bele, hanem picit szeretnék gyakorlati módon beszélni az imádságról. És nem csak az a vágyam, hogy megértsünk valamit egy gyakorlati módon, bár az is a vágyam, de legfőképpen az a vágyam, hogy Isten a szívünkre beszéljen. És hogy Isten elhívását meg tudjuk hallani. Isten elhívását így az imádságra, egy imádkozó életre, az imára. És ahogy már erről szó volt, az imádság az egy kapcsolat. Oké, tehát mikor így imára gondolsz, vagy imára fordul a szíved, akkor a legfontosabb az, hogy megértsük, hogy ez egy kapcsolat, ez a kapcsolat Istennel. Oké, tehát ez nem valami alapvetően, amit teszünk, bár tesszük, de nem valamilyen személytelen dolog, amit teszünk, hanem ez egy kapcsolatból fakad, ez egy kapcsolatról szól, az imádság egy kapcsolatban mélyít el bennünket, az Istennel való kapcsolatot teszi személyesebbé, közvetlenebbé, élettel telibbé, ez egy kapcsolatról szól. Így a kéréseink is, amelyek vagy személyes kérések, vagy közbenjárás, azaz másokért kérünk, is kapcsolatról szólnak, mert ahogy Isten választod az imádságainkra, az a kapcsolatunkat erősíti Istennel, a bizalmunkat erősíti ő felé, és mélyíti a kapcsolatunkat vele. Tehát az imádság az kapcsolat. És ahogy énekeltük a dalba, és már nem emlékszem a sor, hogy megismerjelek téged, Uram, ez az életem legfőbb célja és vágya. Ez az örök élet, ismerni az egyedüli igaz Istent, és akit elküldött, a Jézus Krisztust. És hogyha még egy lépést visszateszünk, visszább lépünk, akkor az imádság egy kapcsolat, és a kapcsolat az a szeretet miatt, tehát Isten végtelen szeretete miatt lehetséges, és ez erről szól. Azaz az imádságnak a kiinduló pontja, a gyújtózsinórja, a szikrája az az a végtelen szeretet, ahogy szeret bennünket Isten, és az imádság ebben a szeretetbe visz beljebb, és ebben a szeretetben és szeretet közösségben erősít meg. És szeretnék beszélni néhány módjáról, és most egy picit más, hogy próbálnék praktikusabban így az imádságban. Jó? Szeretnék beszélni így a belső szobáról, szeretnék beszélni a szüntelen imáról, szeretnék beszélni a rövid imákról és a közös imáról. Jó? És nem hosszan szeretnék beszélni erről. És nem úgy beszélek hozzátok, mint egy professzor, aki ért az imához, hanem mint tanítványtársatok, akinek az a vágya, hogy Uram, taníts engem imádkozni. Taníts engem imádkozni. Jó? Úgyhogy Máté 6, így a belső szoba, Máté 6, 6.-7. vers, ahol Jézus azt mondja, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és titkon ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Oké? Úgyhogy te pedig bemész a belső szobába, bezárod az ajtót, titkon vagy, imádkozz az atyádhoz. Tehát, hogy az imádság az nem az legelsősorban, meg az nem emberekről szól, az nem emberek előtti sóról szól, hanem arról a szívembe való meggyőződésről, hogy amikor én egyedül vagyok, és az én szívemet Istenhez emelem, és Istenhez imádkozom,
akkor a mindenható Isten hall engem. Akkor a mindenható Isten jelen van. Akkor a mindenható Istennel én közösségbe vagyok. És azt gondolom, ez az egyik oka, amiért olyan nehéz is az imádság nekünk, mert annyira így a vízszintes szinten vagyunk. Annyira így az emberi kapcsolatok, és ez a vízszintes szint határoz meg bennünket, hogy ettől, hogy el legyünk vonva egy mély meggyőződés fel, hogy ez mindez szükséges, ez a vízszintes szint, de az Istennel való kapcsolat, és hogy én őt kereshetem, és hogy bemehetek a belső szobába, ez a legfontosabb és a legértékesebb dolog az életemben. És ez olyan, mint ez a belső szoba, mint amikor találkozunk van az Úrral. Jézus egyébként nem azt mondja, ha imádkozol, hanem egyébként azt mondja ebben a részben, hogy amikor imádkozol. Hogy van egy találkozó az Úrral. Szokott itt találkozótok lenni? Időpontotok lenni? Így van a kormányablaknál, van egy időpontod? Így van valakivel, van egy találkozód? Így van egy időpontod az orvosnál? Van egy időpontod egy ügyintézésnél? Vannak időpontok, így van? Fel van írva a naptárunkba. És ez az a praktikus rész, hogy ha nincsen igazán időpontunk így Istennel, akkor könnyen lehet, hogy ez meg sem fog történni, ez a belső szoba. Csak azért, mert annyira elfoglaltak vagyunk, annyira sok minden van az életünkben, hogy szükségünk van egy időpontra. És a nagyszerű az, hogy nem kell Istentől időpontot kérnünk, mert Isten mindig rendelkezésre áll. Hanem nekünk kell azt mondani, hogy oké, én mikor fogok így a napomban, mikor fogok a hetemben időt szánni arra, hogy a belső szobába menjek. Sokszor van az, hogy találkozunk, és pár szót váltunk, és azt mondjuk, hogy igen, jó lenne elmenni egymáshoz. Most voltunk Pakson, így a családommal, Zsófival, Majával is, és voltunk, a Flajszantiék meghívtak bennünket, úgyhogy ott voltunk szombaton, ott voltunk ma délőtt az Isten tiszteleten, és valamikor októberben voltam Pakson, és az Anti mondta, hogy gyertek el a családodra, és mondtam, hogy mit szoktunk ilyenkor mondani? Oké, majd eljövünk. Nincs időpont, így van? Nincs. Majd jövünk. Jó szándék. Ilyen az ima is. Sok lehet jó szándékunk. És aztán felhívtam Antit másfél hete, és kicsit beszélgettünk, és mondja, hogy mikor jössz a családod? És persze gondoltam közben rá, hogy igen, Anti meghívott. Hát, nem tudom. Majd megyünk, szeretnénk menni. És aztán arra gondoltam, oké, most ez egy idő, akkor most, 15-én megyünk. Oké? És ilyen, hogy ha nem erős a belső szobát, ha nem szoktál így félrevonulni és imádkozni, Istennel csendes időt tölteni, akkor kezd el. Lehet, hogy kezd el egy 20 perccel. Csak szándod azt az időt. Reggel, este, amikor alkalmas, szándod. De az, hogyha teszed, akkor csak folytasd. De időpont nélkül csak nem fog megtörténni. Véletlenül nem fog megtörténni. Hanem jó szándékunk lesz, és azt fogjuk mondani, hogy ó, én szeretnék imádkozni. De valójában eltehetnek napok, hetek, hónapok, évek. És nincs egy kialakult, robosztus ima életem. Úgyhogy Isten invitál bennünket, hogy menjünk be a belső szobába, és csak így töltsünk időt vele. Keressük az arcát, élvezzük a vele való közösséget, osszuk meg vele a szívünket, és hagyossza meg ő is velünk a szívét. Ennél fantasztikusabb dolog nincsen, mert a világ mindenség Istenéről beszélünk, aki időt akar velünk tölteni, időt akar veled tölteni. És nem leszel ugyanaz az ember. Nem leszel ugyanaz az ember. Nem leszek ugyanaz az ember, ahogy így időt töltök a mindenható Istennel. Aztán van a szüntelen imádkozás. Ez 2 Tesszalonikai 5:17,
bocsánat, 1 Tesszalonikiusok 5:17, azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. És ez azt jelenti, hogy Isten nem csak ilyen bizonyos rendelt időkben előre, meghatározott időkben, amikor a belső szobában megyek, áll rendelkezésre, a közösségre, a beszélgetésre, az imádságra más szóval, hanem egyébként folyamatosan. Ő folyamatosan ott van velünk. Ő folyamatosan közel van. Ő folyamatosan bennünk van. Bármerre járunk, kelünk, ő azt mondja, hogy csak szólíts meg engem. Beszélgess velem. Tegyél fel kérdéseket. Mondd el, hogy mi van veled. Mondd el, hogy mi jár a gondolatodba. Beszélgessünk. 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 Na most csak kíváncsi vagyok, hogy hányótok találjátok ezt kihívásnak. Nyújts fel a kezed, hogyha kihívásnak találod. Én a kórusnak prédikálok. Én kihívásnak találom. Valóban kihívásnak találom. Isten hív engem arra, hogy sokkal gyakrabban, csak így beszélgessek vele egy ilyen szüntelen imádságban. Lőrinc testvér, aki egy szerzetes volt, azt hiszem Párizsban egy kolostorban írt, vagy van egy könyv, az a cím, hogy Isten jelenlétének a gyakorlása. És Lőrinc testvér a konyhában volt, így ott volt, a konyhai feladatokat látott el, igazából egy ilyen testvér volt ott. És képzeljétek el, hogy Lőrinc testvér elkezdte gyakorolni a mindennapjaiban az Isten jelenlétét. És elkezdte gyakorolni az Isten avó közösséget, beszélgetést, ahogy a tojást készítette, ahogy különböző dolgokat végzett. És elkezdte ebben megtalálni az Úrral való közösséget. Azt mondja, és ezt meg lehet magyarul is venni, ezt a könyvet arról beszél, hogy olykor akkora öröme volt. Olyan újongás fogta el, hogy azt mondja, hogy valamit direkt csinálnia kellett, mert legszívesebben pörgött volna, forgott volna, annyira öröm volt, ahogy rádöbbent, hogy micsoda kincs az, hogy Isten jelenléte ott van velünk szüntelen, és a szívünket mindig fordíthatjuk és gyakorolhatjuk. Beszél arról, hogy egy Istenre néző, felfele néző szívet kezdett el gyakorolni, így a leghétköznapi tevékenységekben. És ez megváltoztatta a hétköznapjait. A Lőrinc testvér Lőrinc mesterré vált, úgymond ebben a témában, mert utána később sokan mások jöttek ő hozzá, aki a konyhán dolgozott, tanulni az Istennel való közösség és kapcsolat gyakorlásáról. Úgyhogy szüntelen imádkozzatok. Micsoda nyitott ajtó ez számunkra. Azt hiszem, Jelenések 3-ban van az, hogy Isten azt mondja, hogy egy ajtót nyit meg, amit senki be nem zárhat. Hát ez az, egy nyitott ajtó a zaklatott életünkben, hogy gyakoroljuk az Isten avó beszélgetést, az Istennek a jelenlétét egy ilyen szüntelen való beszélgetésben. Aztán ott van a rövid ima. Hogy mondjak néhány dolgot így a rövid imáról, jó? A rövid imákról. Különböző fajtái lehetnek a rövid imáknak, jó? És a rövid imák rendkívül értékesek. Rendkívül értékesek. Ezek lehetnek sóhaj imák. Sóhaj imák. Ezek lehetnek 30 másodperces imák, 60 másodperces imák, 90 másodperces, nem kell mérni, nem úgy mondom, hanem csak az, hogy rövid imák. Sóhaj imák. Megosztottam már a történetet, de itt Szegeden volt 2 tizenéves a Zsolnai Fanni, meg a Lea, és keresztény családban nőttek fel, és találkoztam az egyikkel, és beszélgettünk,
és beszélt arról, hogy keresztény családban nőtt fel, ő szeretne egyébként imádkozni, szeretné olvasni a Bibliát, de úgy nincs egy erős vágya Isten felé. És mondtam neki, hogy figyelj, ez semmi gond. Tudod kérni. Tudod kérni. És mielőtt még azt gondolta volna, hogy ez azt jelenti, hogy minden reggel térdre kell esnie, és óriási hima harcokat kell folytatnia a térdén, hogy kérje, hogy legyen vágya Isten felé, mondtam neki, mész a suliba, felszállsz a villamosra, és ez csak így eszedbe jut, és tudod mondani, hogy ott vagy a villamos, hogy Isten, tégy engem éhessé. Uram, adnál nekem éhséget, adnál nekem szomjúságot. Isten, vonj engem. Isten, nyisd meg a szemeimet, hogy lássalak. Isten, formálnád a szívemet, hogy olyan legyen, mint a tiéd. És ezek csak apró, rövid, sóhaj imák, így a napunk során, és tudod, mi azt gondoljuk, hogy ezek nem nagy dolgok, de hidd el, hogy ezek nagy dolgok. Ennek a két lánynak az életét, én hiszem, hogy ezek is átformálták. Van Isten hallja, azt lehet, hogy gyengének tűnik, gyenge imának, de hatalomban szállnak fel, mert Isten gyermekei vagyunk. Sóhaj imák. Nehémiás könyvében olvasunk ilyen sóhajmát. Képzeljétek el, mondom gyorsan a sztorit. Nehémiás 1, Nehémiásnak a testvére Hanánya jön, és azt mondja, hogy Jeruzsálemnek a falai le vannak rombolva, kapui porban vannak, vagy meg vannak égve. Nos, nyilván ez már 150 éve így volt, tehát ez nem új hír. Oké, csak azt mondja, hogy helyzetjelentést ad. Nehémiás ott van Susán várában a királynál, Némás hallja ezt. Figyelj, és Isten megszólítja őt. És Nehémiás imádkozik. 4 hónapot, és böjtöl. Nem 4 hónapot böjtöl, de böjtöl imádkozik, sír Isten előtt. 4 hónapot imádkozik. Isten elhívást ad neki. Karrier munkában van, bizalmi munkában a királynál, de Isten elhívja őt. Isten hatalmas. Érdemes Istenre figyelnünk. Érdemes Istenre figyelnünk. Isten hatalmas. És aztán a másik fejezetben a király pohárnoka, úgyhogy megy a király elé, és a király azt mondja, hogy miért szomorú a te ábrázatod? Mi van veled? És azt mondja, hogy ne lenne szomorú, hisz az én atyáimnak a városa, a fala tűzben égett, meg porban van. És azt mondja, csak vetítsük ki, Nehémiás 2:4-ben azt mondja, azt mondta nekem a király, mi az, amit kívánsz? Én pedig könyörögtem a mennyistenéhez. És folytatódik, és mondja, hogy mit kíván. Oké, tehát hogy történt ez? Mi az, amit kívánsz? És ő mondja, hogy mit kíván, de miközben mondja, egy fél leheletével, ó, Uram, segíts nekem most, így van? Tehát egy sóhaj ima, könyörögtem a mennyistenéhez. És olyan esetlennek, gyengének tűnik, olyan semminek nem tűnik, de erővel megy Isten elé. Ezt kell látnunk. Látnunk-e, hogy kik vagyunk mi? Látnunk-e, hogy mit készített Isten számunkra a bevégzett munkába? És hogy legyen az sóhaima, legyen az rövidima, legyen az 30 másodperces ima, ereje van Istennél, és át tudja formálni az életünket, és másoknak az életét is. Egy másik ilyen rövid ima, az egyik, mindig szerettem, amióta felfedeztem. 2 Sámuel 15-ben, gyorsan mondom a történetet. Jön Absalom, Dávidnak a fia, és Jeruzsálembe, és Dávid pedig elmenekül, hogy ne legyen csata 600 emberével. És megy ki Jeruzsálemből, megy le a Kidron völgyébe. Megvan? Kidron völgyébe. Na majd mutatunk térképet, jó? Majd elmegyünk, jó? Jó, ez az 1000 éves királyságban sokat leszünk, de ott, de majd elmegyünk, jó? Előtte. Le a Kidron völgyébe, és fel az olajfák hegyén megy fel Dávid, amin menekül. Mezitláb port hint a fejére. Úgy értem, jön Absalom, és trónfosztás történik. És azt mondja a 31. vers, közben megjelentik Dávidnak, hogy Akitófel is a pártütők között van. Akitófelnek a tanácsa abban az időben olyan volt, mint Istennek a tanácsa. Úgy vették. És hogy Akitófel átállt Absalomnak az oldalára, és most ő lesz a tanácsa.
tanácsadója. Úgyhogy pár tudok között a napsonnal, akkor azt mondta Dávid, amint ment fel a hegyre, olvasd el a szövegkörnyezetet az olajfák hegyére, kérlek, ó Uram, hiúsíts meg, akik túl felnek a tervét. Oké, tehát ezt olvasjuk, hogy megy fel, és ó Uram, hiúsíts meg, akitó felnek. Te Istenhez kiált egy ilyen sóhaimába, egy ilyen 10 másodperces imába, egy ilyen 30 másodpercet, és aztán olvashatod tovább a történetet, hogy ez megtörténik, jó? Ez megtörténik. Oké, tehát egyszerűen csak Istenhez kiáltott. És ne értékeld le. Ne értékeljük alul ezeket a rövid, de erőteljes imákat. És csak figyelj, hogy mondjak pár dolgot erről. Rövid, de erőteljes imákat. Mike Bickle, aki a Nemzetközi International House of Prayer-nek a vezetője, ezt mondja, rövid, 30 másodperces imák, értékesek és hatékonyak. Ne halogasd az imát, amíg van egy órád imádkozni. Oké? Tehát nem mondasz, hogy majd ha lesz egy órám imádkozni, vagy majd a belső szóval majd akkor imádkozok ezért. Hanem amint mész, lehet, hogy sorban állsz. Lehet, hogy az autódban vagy pirosnál. Lehet, hogy csak van egy 30 másodperced, és csak imádkozz. Oké? Nem kell várnod. Nem kell várnod. Annyira tetszik, hogy ott vagyunk péntekenként is, és imádkozunk meg a Zoomon is. Lehet, hogy valamelyik tesó azt mondja, igen, és nekem az az ima kérésem, majd kérlek imádkozzatok azért, hogy... És azt mondjuk, hogy oké, imádkozunk most. Imádkozunk most. Oké, imádkozunk most. Azért, mert ennek ereje van most, ahogy imádkozunk. Aztán azt mondja, hogy imáink hatékonyak, akkor is, amikor rövidek, gyengék, szegényesen megfogalmazottak. Oké? Szoktátok így érezni, hogy az imáitok gyengék? Nem azért, hogy imádkozom, de jó ég, ez egyetem felhatod a haj, és nem. Tudod, mert olyanok vagyunk, hogy, és figyelj, ez gyakorlati, olyanok vagyunk, hogy sokszor megpróbálunk úgy imádkozni, hogy átérezzük azt az imát. Ha átéreztem, akkor Isten is biztos átérzi. Ez hülyeség. Jó? Ha az ima megmozdít engem, akkor talán Istent is megmozdítja. Hülyeség. Nem ez a mérő, egészítsetek ki, mert nem jut eszembe, mérő? Mérce, köszönöm. Nem ez a mérce, köszönöm. Figyeljetek, nekem szükségem van, itt elő a magyar tanárok üljenek, jó? Tehát angol tanárok is jók lesznek. Tehát nem ez a mérce. Nem ez a mérce. Nem azért hatékony, mert átérzem. Nem azért, figyelj, és ez fontos, mert amúgy Sátán becsap bennünket, és az egész ima életünket leredukálja, hogyha elhisszük ezeket a hazugságokat. Ritkán fogunk imádkozni, és nem fogunk örömmel imádkozni, mert hitetlenek leszünk az ima felől, mert nem érezzük át úgy, ahogy gondoljuk, hogy kellene. És egy tizedét imádkozom, ahogy imádkozhatnék, ha megértem, hogy az imáim nem hatékonyak azért, mert átérzem, vagy mert erőteljesnek érzem, hanem hatékonyak amiatt, aki vagyok Jézus Krisztus miatt, az a tekintély miatt, ami Jézusban van nekünk, a Krisztus bevégzett munkája miatt. Oké? Okay? Gyengeségben van megfogalmazva az imám, de erőben száll fel a mennybe az imám a Krisztus bevégzett munkája miatt. Oké? Okay? És ez nagyon fontos, hogy lehet, hogy gyengeségben fogalmazom, lehet, hogy küszködök a szavakkal, amiket mondok. Tehát gyengén, vagy szegényesen tudom megfogalmazni, amit szeretnék. De a mennyben olyan, mint hogyha valami megafonból kürtölnék és hirdetnék azt az imát, amit a Szent gyengeségben mond és erőtlenségben. Ne értékeljük
alul, vagy le a gyenge imákat, vagy azokat az imákat, amik nem fókuszáltak. Hagyj lássam a kezeket. Hányan küzdötök ezzel, hogy megtalálni így a fókuszt az imádságba, és oké, és azt mondod, hogy befejezed, nem is tudom, hogy ez ért-e egyáltalán bármit. Nem is tudom, hogy mikor fogok legközelebb imádkozni. Nem is tudok normálisan imádkozni. Emlékeztek? Beszéltem erről, hogy az imádságot imádság által tudjuk gyakorolni. Csak úgy, hogy az úszást a vízben lehet gyakorolni. Imádság által. Istennek a szelleme vezetni fog téged, és tanítani fog téged az imádságban. Csak ne higgyük el ezeket a hazugságokat. A rövid, gyenge imádságok is erőteljesek és hatásosak, és képesek átformálni másoknak az életét, és a mi életünket is. Úgyhogy befejezésként, amen, ez jó? Ez jó? Ez bátorító? Bátorító? Oké, közös ima, hagyd mondjak még pár szót a közös imáról. Oké, közös imádság. Mikor közösen imádkozunk, ezt hívjuk úgy is, hogy testületi ima. Mikor közösen imádkozunk, az más, mint amikor személyesen imádkozunk, vagy egyéni imádságunk van. Az egyéni imádság az lehet áhítatos, lehet az, ahol én így a saját érzelmeimet, a szívemet megosztom Istennel, hisz ennek igenis helye van az egyéni imádságban, de a közös imádság az más. A közös imádságban a Bibliában azt látjuk, hogy vagy hálaadás és dicséret és imádat van, vagy van olyan, hogy bűnvallás is van a közös imádságban, de nagyon sokszor ez közbenjárás. Tehát amikor, figyelj jól, amikor közösen imádkozunk, akkor együtt megyünk a trón felé, trónhoz, és kérünk Istentől, és közben járunk Istennél, és kérünk, és kopogtatunk amelynek az ajtaján, és ez közbenjárás. És éppen ezért most figyelj erre, és mondjuk ezt péntekenként, és a Zoomon is, hogy sokszor nagyon elkeftelenítő, vagy nehéz fókuszálni, amikor a közös imában mindenki így elkezd megszólni, és mindenki így hálát ad azért, hogy Isten mennyi minden jót tett az ő életébe, és megvannak ezek a körök, és lehet, hogy nagyon-nagyon kevés kérés, konkrét kérés van, velem vagytok, hanem sokkal inkább így a egyéni kis szívünk örvendezik az Úrnak. Ez nagyszerű, amikor egyénileg imádkozol. Mikor közösen imádkozunk, akkor vannak kéréseink, vannak, tudjuk, hogy mit szeretnénk kérni, vannak ima céljaink, vannak dolgok, amikben szeretnénk látni, hogy Isten munkálkodik, közbenjárásunk van, és így megyünk az Úrhoz, és így kérünk az Úrhoz, hálát adunk neki, és aztán kérünk, és hogy mondjam ezt, gyakorlatban, és tudom, voltam olyan, tudod, közös imán, ahol mindenki hosszan imádkozott, hosszan, 15 percet valaki, aztán 15 percet a következő, már az ember kaparta magát, érted? Megbánta ötször, hogy elment erre az ima összejövetelre, oké? Okay? Bárcsak otthon maradtam volna, elaludt közben, minden, tehát borzalmasan, tesók, figyeljetek, tanuljuk az imádságot, Isten tanítani akar minket az imádságra, és azt akarja, hogy az igaznak a buzgó könyörgés az hatásos. Oké? Okay? Tehát tanuljuk. És újból és újból rengeteg ismétlés. Nem. Akkor közösen imádkozunk. És többen imádkozunk. Legyen rövid és dinamikus. Utána a következő jön röviden, és imádkozik, és Isten elé hozza. És utána lehet, hogy valakinek hallja az imát, és Isten felhozza, és ő is imádkozik röviden. És többször sorra kerülhetünk. Háromszor, négyszer, ötször, és élvezzük az imát. Egy ima közösségünk van, és együtt ott vagyunk a trónterembe. És Isten dolgokat mutat meg, kapukat nyit számunkra, megértésünk van, a szívünkbe adja az ő vágyát és az akaratát, mert nem ilyen elnyújtott
Értitek, hogy miről beszélek, vagy csak engem zavartak azok az imák? Oké. Vagy csak én vagyok az? Ti élvezitek azokat az imákat, amik tele van ismétlésekkel, és nem. Az ember úgy, nem. Oké? És ezt azért mondom, mert sok tanulnivalónk van, és Isten tanítani akar bennünket, és én nem akarom majd 20 év múlva tanulni, most akarom tanulni. Hogy Isten tanítson bennünket most. A közös imába. Hogy tekintéllyel kérünk, és jövünk, mert tekintélyünk van. És egy szívvel és lélekkel, és még hagyd mondjam ezt, hogy vannak kéréseink, amiket az Úr elé hozunk. Konkrét kérések. Ez az egyik, amit látok. A saját életemben is sok növekednivaló van ebbe, és én azt gondolom, hogy közös imában is nagyon sok növekednivaló van. Sokszor nem is tudjuk, hogy mit akarunk kérni. Mottyantunk valamit, és nem is tudjuk. Nem, ez nem baj. Itt el lehet kezdeni. De aztán Isten tanít. Oké, kérni szeretném ezt. És konkrétan kérni azt is. Ezért is izgalmas ez a 21 napos ima is bőtbe ezek a kérések is, mert segítenek imádkozni, és tanítanak imádkozni. És aztán hozzuk a kéréseinket ő elé, célzott kéréseinket. És még hagyd mondjam ezt a testületi imáról, hogy nem véletlenül közös ima vagy testületi ima, hogy amikor egyénenként kérünk, az fantasztikus. De amikor közösen, egy akarattal, egy szívvel, egy lélekkel, figyelj erre, közösen, egy akarattal, egy szívvel, egy lélekkel kérünk, annak ereje van. Az egyéni imának is van ereje, de Isten úgy rendelte, hogy annak a szellemvilágban, az Isten királyságában ereje van. Nem véletlen, figyelj jól, hogy ébredések az Ószövetségben sokszor így közös imák voltak benne. Tudod, közös imák. Az egész nép ott volt. Pünkösd előtt 120 volt. Egy szívvel, egy lélekkel együtt voltak és imádkoztak. Oké? És nekem az a vágyam, Isten bennünk egy gyülekezetként tanítson a közös ima erejére is, a testületi ima erejére is, és arról, hogy mit jelent az, hogy egy szívvel, egy lélekkel kérünk, és Isten megdicsőül abban, ahogy választad a közös imáinkra. Úgyhogy Uram, taníts minket imádkozni. Még taníts belső szoba, szüntelen ima, rövid imák, csak így bátran, és aztán közös imák. Úgyhogy Urunk, igen, itt vagyunk. Itt van a... Köszönjük azt, hogy te egy ennyire hatalmas, óriási ajtót nyitottál meg számunkra. Lehet, hogy nincsenek összeköttetéseink, Uram, politikusokhoz, gazdasági csúcsszereplőkhöz. Lehet, hogy nincsenek összeköttetéseink fontos emberekkel. Lehet, hogy nincsen rengeteg pénzünk, nincsen a médiában erőnk, hatalmunk. De egy óriási ajtó nyitottál meg nekünk, és ez az imádság. Atyám, imádkozom azért, hogy vonj bennünket a szellemeddel. Imádkozom azért, Atyám, hogy ma, hogy hallottuk az igédet, gerjeszd fel a szívünket. Hogy gerjedezzen a szívünk, és hogy választ adjunk rád. De most, Uram, most, Atyám, hívsz itt mindannyiunkat, de vannak, akik ma meghallottak téged, hiszem. Vannak, akik ma meghallottak téged, nem engem, téged. Hogy adjunk választ, alázatosan a szívünk mélyéből is. Hogy induljunk el, vagy hogy folytassuk a te ismeretedben való növekedést. Azért, hogy te
nagyon sok gyümölcsöt teremj az életünkben és rajtunk keresztül, az imádság által. Atyám, arra is kérlek téged, hogy rombolj le hazugságokat az életünkbe, rombolj le olyan falakat, meg magaslatokat, amik a te ismereted ellen lettek felemelve, amelyek megrabolnak bennünket attól a csodálatos, fantasztikus közösségtől, ami lehet veled, de mivel elhittünk valamit, ezért vakvágányra kerül az életünk. Uram, mutasd meg ezeket, leplezd le ezeket a hazugságokat. Adj nekünk értelmet és világosságot és felismerést és tőled jövő bölcsességet és értelmet, hogy meglássuk, mik ezek. Uram, és aztán adj nekünk tőled jövő döntéseket, hogy választatjunk arra, amire hívsz. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Legyen meg a te utad, köztünk és bennünk. Jézus nevében. Amen.